Nem kötelező, érezzétek jól magatokat. Ott az a tábla, azzal kezdeném, azt írja, hogy ha nem lett volna Horthy, mi most szerb állampolgárok lennénk. Hát én szerb állampolgár vagyok. Zentán élek, és Szerbiában. Nem szeretnék túl sokat beszélni, de azért hadd mondjam el, hogy és abba se szeretnék beleszólni tudós barátaim, kutatóim dolgába, hiszen ők a múltat elmondták. Én inkább azzal kezdeném a mondani valómat, hogy de jó lenne nekünk még egy Horthy. Édes Istenem, hogy miért nem adsz még egy Horthy Miklóst, akiről azt mondták, hogy mert a nagy fasiszta, meg zsidógyűlölő, és ez mind hazugság. Egyébként most is nagyon nagy szükségünk van rá, mert szerintem a magyarság, Magyarország jelen pillanatban nagyobb bajban van, nagyobb veszélyben. Ezt életveszélynek titulálnám. Ezt úgy gondoljátok, hogy élet és halál kérdése. A magyarságot ma borzasztó mértékben pusztítják. Bennünket kicsit gyorsabban talán ott a szerb területeken, hiszen durván 10 év alatt a délvidéki magyarság megfeleződött. A délvidéki magyarság 70 ezer embert veszített. Még 10 év alatt se, még kevesebb is. A statisztikákat, hát sajnos nem hoztam el azokat, hogy be tudjam mutatni a diagramokat, de azt tudnotok kell, hogy amikor vége lett a második világháborúnak, 460 ezer magyar élt a délvidéken. 460 ezer, mondom, jegyezzétek meg. És ezt a magyarsággal szemben álló, gyakorlatilag ellenséges szlávok mérték le. Tehát ez biztos, legkevesebb ez igaz. Ezelőtt, a vizsgálat előtt történt meg a 44 ezer magyarnak a kivégzése, elpusztítása gyalázatos, galád módon. Tehát ezt még hozzáadhatjuk. 500 ezer magyarról beszélünk, legkevesebb 500 ezer magyarról, és ki tudja hányról nem tudunk még, akik elvesztek a háborúban, mert hát a háború már csak ilyen. Mégis a legnagyobb veszteséget az utóbbi 10 évben éltük meg. Elnézést ezért a bevezetőjé, mert nem kötődik egyenesen Horthy Miklóshoz. Annyiban kötődik hozzá, hogy ha Horthy Miklós típusú vezetőink lettek volna, ha csak úgy vesszük, folytatásban 48-tól a mai napig, és most itt állítom, majd néhányan meg fognak haragudni, egy nemzeti gondolkodású magyar vezető nem volt Magyarországon az utóbbi Horthy Miklós óta. Ez az én személyes véleményem, lehet érte haragudni. Én tudom, hogy most azt mondják, hogy nemzeti kormány van, én ezt a nemzeti kormányt nem látom. Nem akarok rosszat sem mondani, de a mi szemszögünkből nézve, a délvidéki magyarok szemszögéből nézve, hadd legyek egy kicsit önző, és beszéljek magunkról. Azt látom, hogy érkezik óriás mennyiségbe a kamupénz, az a ti zsebetekből egyébként. Tehát ez a kormány nem a saját zsebéből, Orbán Viktor nem a saját zsebéből ad egy fityinget se, ez mind adófizetők pénze. Amiről csak tudunk biztosan, az 460 millió euró, és hogyha a maradék, tehát a megmaradt durván 200 ezer magyarra tekintünk 460 millió eurót, tegyetek arányába 200 ezer emberrel. És akkor rájöttök, hogy minden egyes, a csecsemőtől kezdve a 200 éves emberig mindenki 2000 eurót kaphatna ebből. Ez egy ekkora pénz. Nem mondom, hogy nagy pénz, de egy 4 tagú családnak 8000 euró, az bizonyos segítséget azért jelentene. Ez a 460 millió euró, ez úgy elfolyt, úgy eltűnt, hogy nem éreztük meg. Nem azt mondom, hogy nem jött egy kis gazdasági haszon belőle, vagy az emberek nem vettek traktorokat, vagy nem tudom, bármit, hanem nemzeti szemszögből nézve,
Mert egy nemzeti kormánynak az a dolga, hogy nemzetet föntartsa, szaporítsa, megvédje. Nemzeti szemszögből nézve nem hozott semmit. 70 ezer magyar ember veszteséget hozott. Ezzel együtt. Sokan kimentek, ugye kiköltöztek külföldre, és így tovább. Na most én azt mondom, hogyha Horthy Miklós lett volna, és most nem mondhatok mást, muszáj ezt mondanom, Orbán Viktor helyébe az utóbbi 10 évben, akkor szerintem ez másképp alakult volna. Biztos vagyok benne. Ugyanis az a nagyon érdekes dolog, hogy te is, bárki, adnák 460, 50, 500 milliót valakinek euróban, el tudod úgy költeni, hogy az alapvető célt elkerüld. És ez történt. Vettek az emberek traktorokat, kombájnokat, csoda dolgokat, autókat, 10 000 eurót kapott egyik, másik 20 000-et, de csak a nagyon gazdagok, tehát olyan emberek, mondjuk egyik az Oromhegyesi Bata, nevekkel, az ördögnek a nevét mindig ki kell mondani, Bata Transzos, hát olyan 150 kamionja van körülbelül, amivel ő dolgozik. Tehát az komoly 25 tonnás teherautók, eszement mennyiségű más felszerelése van. Ő egy borzasztó gazdag ember. Gondoljátok ebből, hogy azért nem a templomnál könyörög alamizsnáé. Ez az ember kapott még milliókat arra, hogy vegye még több ilyen kamiont, nem tudom, hogy mondják itt, teherszállító autókat magának. És oda mentek a milliók. Szinte biztos vagyok abba, élek a gyanúperrel, hogy ennek a nagy összegnek jó része vissza is folyt, ugye, Magyarországra, hogy hova ezt rátok bízom, döntsétek el, hogy mit gondoltok, hiszen Szerbia és Magyarország között nincs ellenőrzési lehetőség. Amit Szerbiában azt mondják, hogy én ezt a pénzt erre költöttem, aláírja, azt itt Magyarországon kötelesek elfogadni, mintha igaz lenne. És biztosan van, ami igaz is, de ami a komoly összegeket illeti, az szinte biztosan nem az. És nem lenne talán kínai se. Nem lenne akkumulátorgyár, és szerintem határkerítés se lenne. Mert már rég kiadta volna a tűzparancsot Horthy Miklós. És meggondolták volna, hogy erre jönnek-e vagy nem. Én így képzelem el, hogy ez a magyarság tönkretétele azért folyik ilyen módon, mert leszámolva a Horthy Miklós korszakát, most az előző korszakot azt egyértelműen tudjuk, hogy a hát én csak Habsburgnak szoktam őket mondani, nem vagyok hajlandó Habsburgnak nevezni őket. Hát azok megszállók voltak Magyarországon. De ha belegondolunk, ma is Magyarország és a délvidék megszállása folyik tovább is, ahonnan én jövök. Ugyanis nézzétek csak meg, hogy milyen beruházások folynak, ugyanaz történik nálunk is. Építenek akkumulátorgyárat, de nem magyar embereket vesznek föl dolgozni. Elviszik a magyar humuszt, eladják kilóra, tonnára, a 20 méter mélyből kibányászott, gyönyörű, csodálatos, fantasztikus magyar humuszt, és pénzt lopnak, mert ez lopás, ugye, ez gyakorlatilag mindannyiunké ez a föld. Utakat építenek, vasutakat építenek, hát nem a megszálló érdeke ez? Nem a megszálló érdeke az, hogy a megszállt területen alacsonyak legyenek a bérek, az ő emberei minél többen legyenek itt, ők törik le a béreket. Én el tudom képzelni, hogy a kínai munkás hivatalosan itt egy bért kap, otthon meg kapja a másik felét. De itt azért kap kis bért, hogy a magyar munkás ne kelljen fölvenni. És menjen külföldre, éljen ott. Ugyanezt történik, ezért ürült ki a délvidék is. Az utakra szükség van, mert azt már említettük, az úgynevezett logisztika, tehát egy megszállónak érdeke, gyorsan oda tudjon jutni
ahol neki valamit meg kell állítani, le kell lőni, föl kell robbantani. Tehát az utak a számára fontosak. De nem épít katolikus templomokat, nem épít iskolákat, nem épít semmi más. Tehát csak azt építi, ami neki megfelelő a megszálláshoz. Na ezen gondolkodjatok el egy kicsit. Ugyanez történik nálunk is. És ha Horthy Miklós lenne a kormányzónk, akkor nem lenne ez. Nagyon egyszerű a magyarázat, miért vagyok én ebben olyan biztos. Mert ő nemzeti, igazi nemzeti érzelmi ember volt. Az uralkodásának a 18 éve alatt, ugye legalább most azt a részt vesszük ki, bebizonyította, hiszen Magyarországot a csonkat tönkretett, meggyalázott, kezet, lábát levágott Magyarországot a legmélyebbről, tehát európai szinteket mérve a legmélyebbről felhozta a negyedik gazdaságilag legerősebb országgá. Területeket háború és harc nélkül szerzett vissza. Azért gondolkodjunk már egy kicsit. Orbán Viktor visszaszerezhette volna a délvidéket 2000-ben. Nem kellett volna semmi más csinálnia, csak annyit, amit Koszovón megtettek. A KFOR őrizze a nyugalmat és a biztonságot a délvidéken. Ugye Vajdaságnak mondják, mi délvidéknek. Ennyi az egész, és ő nem egyezett bele. Emlékszünk Antal József és Jeszenszky Géza történetére a Fölvidékkel kapcsolatban, ugye? Elutasították, vissza akarták adni, és akkor azt mondták, nem kell. A Kárpátalja, bocsánat, igazad van, Kárpátalja. Hány embert öltek meg ők most azzal, hogy a terület nem jött vissza, nem került vissza hozzánk? Hányan haltak meg ott? Jeszenszky Géza és Antal József miatt. Ők gyilkosok. És még valamit elmondok, és ezzel be is fejezem. Ha Horthy Miklós lenne, ő vezetné most az országot, igaz, hogy akkor királyság is lenne, hál' Isten, az egyetlen jogszerű, ugye egyelőre a jogfolytonosság királyságot követel Magyarország számára. Igen, hát az alkotmányosságot kellene visszaállítani természetesen, de Magyarország ma is királyság. A lényeg az, hogy nem lett volna kötelező vakcina, nem lett volna Covid-hisztéria, és sok-sok minden más, azokat már elsoroltam, hogy mi minden más nem lett volna, hogyha egy nemzetileg elkötelezett, nemzetben gondolkodó ember, akire semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy lopó volt, mert egész hatalma alatt egyetlen egy négyzetméterre több vagyona területe ennek az embernek nem volt. És volt bátorsága innen elindulni, hogy megállítsa azt a tanácsköztársaságos nyavaját. Azért mikor merne ilyet tenni egy Gyurcsány Ferenc, vagy Orbán Viktor, vagy mit tudom én. Ezek azok a dolgok, amiket átnézünk, akkor pontosan tudjuk a cél kipusztítani a magyarokat. Arról már nem is szólok, meg hát ezek bizonyíték, hogy a szkítaságot, mint olyat elutasították, azt mondták, nem létezik szkíta, azok kihaltak 2000 évvel ezelőtt, de hát akkor úgy látszik, hogy sok minden más se létezik, de mindegy, most ebben nem mennék bele. A lényeg az, hogy igenis vannak szkíták, vannak erkölcsös emberek, csak van fölöttünk egy hatalmaskodó, hazug világ, a háttérhatalom, amely bennünket ki akar pusztítani, és ha nem állunk a sarkunkra, akkor bizony el is fogunk mi pusztulni. Mert nem a 80 éveseknek, meg a 70, meg ilyen időseknek, mint én, kellene ezt a világot védeni, hanem a fiataloknak. Én megmondom őszintén, kezdem látni, hogy vannak már fiatalok, tehát fejlődik ez a fiatalok között ez a gondolat, hiszen ők is látják, hogy nem véletlen az, hogy az ő jövedelmük Európa szinten az utolsó, a leggyöngébb, miközben Magyarország egyértelműen bizonyította, hogy micsoda jövedelem, a GDP, tudjuk mit jelent a GDP, egyértelműen mutatja, hogy Magyarország jövedelmező munkákat végez, igen ám, de ezt a jövedelmet nem engedi át a lakosságnak, nem engedi át a polgárnak. Más országokban, ha növekszik a GDP, növekszik a jövedelem is a lakosság számára. Hát ennyit szerettem volna én elmondani.
szeretném, és ezzel be is fejezem, hogy látnunk kell, hogy a pusztításunk folyik, bizonyítékok ezrei állnak rendelkezésre, egy dolgot nem értek csak. Az emberek ezt miért nem látják? Miközben ugye érzik a saját bőrükön. Hát nem igaz, hogy nem érzi, hogy hónap végén már kenyérre se jut pénze. Miközben az átlag jövedelem valami óriási, nem tudom micsoda. Szerbiában is ezt még elmondom, hihetetlen. Szerbiában már lassan 900 euró az átlag jövedelem. A nyugdíjak meg 80 eurók, meg 70, meg ilyesmik, meg a fizetések. Hát ez egész Szerbiát veszem figyelembe most. Igen, persze. De vannak olyanok, akik viszont ilyen 50 milliókat keresnek. Érdekes. Euróba évente, meg 100 milliókat. És hát azt is belekeverik ebbe az akármibe. Az egész világban az a legrosszabb, hogy egy nagy-nagy hazugságban élünk. Ezt a hazugságot kell valahogy eltüntetnünk. Mondani az embereknek. Tudatni velük, hogy a hazugságra ne szavazzon. Találd meg azt az embert. Van politikus. A Magyarországnak van esélye, Szerbiának nincs esélye. Még esélye sincsen. Nincs politikus a számára, akire szavazhatnának, aki megfelelő lenne. Magyarországnak legalább van. És már ne legyünk szemérmesek, mondtam, meg kell mondani mindenkinek a nevét. Itt most gyakorlatilag Torockaiban van az esély, akkor is, hogyha esetleg később majd megváltozik, vagy nem tudom mi lesz. De az esélyünk most, ő benne van. A többiek, azok mind balliberálisok, beleértve a Fideszt is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Tulajdonképpen csak Süge Feri bácsit akartam én bejelenteni, de azért a Röszi barátom mondani valójához pár gondolatot hagyd tegyek én is hozzá. Valójában meg kellene valóban találni azt az esélyt, hogy ez az egyetlen valóban radikálisan magyar párt, a Mi Hazánk mozgalom lehetőséget kapjon, de nem fog lehetőséget kapni, hiszen tudjuk nagyon jól a gyakorlatból, hogy sem a Miép, sem a Jobbik, amely mind a kettő radikálisan magyar volt, nem kapott lehetőséget. Az a probléma, hogy ezt sokan el is hiszik, most valaki bekiabált, hogy nem baj, majd most megcsináljuk. És ezt sokan el is hiszik. Elhiszik, hogy megcsináljuk. Ugyanezt hitték a miépesek, ugyanezt hitték a jobbikosok. Nem értem, hogy a magyar társadalom miért nem tanul ebből. Miért nem tanuljuk meg Orbán Viktoréktól azt a technikát, amit ők zseniálisan csináltak. A narancsos Fidesz, most nem sütöm el azt a poént, hogy tudjuk, hogy a narancs is a kibucba terem, nem sütöm ezt el, de önök is tudják, hogy a narancsos Fidesz meglátta világosan, hogy a narancsgömb mellé oda kell valamit varázsolni még az emblémák mellé, ami majd meggyőzi a magyarságot arról, hogy ők keresztények és magyarok. Miért nem vették ezt önök észre? A másik embléma a kereszténydemokrata néppárt emblémája. És ők így pártszövetségbe tudták produkálni azt, amit ma produkálni tudnak szavazatok tekintetében. Vajon mi kell ahhoz, hogy a magyar társadalom gondolkodón vagy gondolkodásra még képes értelmiségi része felismerje azt, hogy lehet, hogy a Mi Hazánk mozgalom esélyes a jövőbe, de egyedül biztos nem. Miért nem találja meg a Mi Hazánk mozgalom azt a partnert, azt a szövetségest, akivel meg lehetne szólítani azt az egyharmadát a magyar társadalomnak, amelyik azt mondja, hogy nincs pártom, tehát nem megyek el szavazni. Ezekre nem szavazok. Mert a baloldali nem baloldali, a jobboldali nem jobboldali. Persze. Tudjuk nagyon jól, kiváló külpolitikát folytat a Fidesz.
Meghallgattam a beszédet, amelyet Orbán Viktor elmondott. És ez az Orbán Viktori beszédben benne van világosan, hogy hitelt adunk mi magyarok, a magyar állam olyan államoknak, akiknek erre szüksége van. Tetszenek érteni ezt a mondatot? Hát nem a magyar népnek lenne szüksége arra a pénzre, amit mi hitelként odadunk. Nem ismerős ez a Kádár korból, amikor felvettük nyugatról a hiteleket, azt vittük Moszkvába? Nem ismerős. Higgyük el, én csak kalapot tudok emelni Orbán Viktor külpolitikai teljesítménye előtt. Azt, amit most csinál, hogy körbejárta a világot, elment a kínaiakhoz, elment ehhez a nagyon szerencsétlen Zelenszkijhez, de elment Moszkvába is. Egyszerűen zseniális volt, mert ő tevékenyen állt ki a bék, nem mesélt, hanem tevékenyen kiállt a béke mellett. De megkérdezem önöket, nem egyszer, nem kétszer megüzentük neki. A Nemzetegyesítő Mozgalom elküldte hozzá a levelet, hogy egyetlen kérésünk van. Tanulmányozza Aponyi Albert 1920-ban elmondott beszédét, aminek az a lényege, hogy minden elcsatolni kívánt területen legyen népszavazás. Követeli a magyar állam, hogy legyen népszavazás, és előre kijelenti Aponyi Albert a magyar állam nevében, hogy elfogadjuk, bármi lesz az eredménye a népszavazásnak. Elfogadjuk! És nem lett népszavazás, illetve lett Sopronnál egyedül. Azt is a rongyos gárda vívta ki. És mi történt? A több mint 54%-os németajkú Sopron és Sopron környéki lakosság a Szent Korona mellett szavazott. Na ezért mondta Benes, hogyha a felvidéken megcsinálják a népszavazást, akkor ők nem tudják Csehszlovákiát létrehozni. Ezért kellene Orbán Viktornak követelnie most, hogy mi magyarok tudjuk, hogy mi történt Trianonba, hogy játszottak ki bennünket. Követeljük, hogy mind a két állam, Ukrajna és Oroszország előre jelentse ki, hogy elfogadják a népszavazás eredményét. És olyan államot kell felkérni a népszavazás ellenőrzésére, aki nem hajlik se Oroszország, se Amerika, se a pénzbirodalom felé, se az Európa Unió felé. És ha ez megtörténne, akkor valóban lehetne béke. Akkor lehetne béke. Ha megértenék, hogy nem fegyverrel kell meghódítani egy területet, hanem rá kell bízni a népszavazásra. Mivel operált annak idején Aponyi Albert? Azt mondotta, hivatkozva Wilson amerikai elnökre, hogy nem lehet népcsoportokat, mint marhákat átterelni az egyik országból a másikba. Nem lehet. Miért nem vesszük ezt komolyan? Ha Wilson amerikai elnökre lehetett hivatkozni Aponyi Albertnek 1920-ban, miért nem lehet most Orbán Viktornak erre hivatkozni? Miért nem követelheti ő a népszavazást minden elcsatolni kívánt területen? Miért? Nem az lenne az igazságos? Emberek, meg kellene valamit értenünk. Én ugye azt mondtam az elején, hogy gratulálok a külpolitikai teljesítményéhez. De a Nemzetegyesítő Mozgalom evéli gondolatait nem tette magáévá. Pedig szinte biztos vagyok benne, hogy eljutott hozzá. Hisz számtalan helyről megüzentük. Nem csak írásba, ugyanígy szavakba. Én elmondtam legalább 5 alkalommal. És az nem igaz, hogy a magyar titkos szolgálat nem követi, nem figyeli, hogy mi, akik azt állítjuk, hogy az 1946 évi egyes törvényt,
aki elfogadja, aki átlépi azt, hogy azt a törvényt zsarolással csikarta ki az akkori nemzetgyűlésből egy Vorosilov nevű bolsevik tábornok, az hazaáruló. Mi ezt nyíltan kimondjuk. És hogy ebbe kitartozik bele, azt mindenki maga gondolja végig. Mert a mai magyar politikai elit úgy csinál, mintha minden rendben lenne a nyomorult köztársasággal. Nekünk soha egyetlen köztársaság nem adott még semmi jót. Soha! Magyarország ma is királyság. És égi földi királynénk a boldogasszony, hiába mondta az Gyurcsány Ferenc, hogy levette a kezét Magyarországról a boldogasszony. Nem. A boldogasszony ma is velünk van. Csak mi hagytuk el őt. Mi, akik erre a megemlékezésre, erre a mai megemlékezésre ilyen kevesen jöttünk el. Akik eljöttek, persze azoknak köszönöm. De akiknek itt kellett volna lenni, akiknek kötelező lett volna itt lenni, azok nem mondhatják azt, hogy nem tudjuk. Lassan 24 éve minden évben meghirdetjük. Ha más nem, szájhagyomány útján el kellett volna minden egyes magyar állampolgárhoz jutni. Vagy szájzárba szenvedünk mi, a nemzeti oldali magyarok? Nem adjuk át ezeket az infókat? Vagy nem értjük ennek a súlyát, hogy miért kell megemlékeznünk azokról a magyarokról, akik miatt ma még van Magyarország, és nem jutottunk azoknak a sorsára, akiket 5 országba osztottak szét, pedig akkor majdnem 40 millióan, 38,2 millióan voltak a kurdok. És a kurdoknak ma sincs államuk. Nincs saját államuk. 5 országba osztott. Ha őket szétosztották, őket nem osztottak volna teljesen szét 1920-ba. Ha nincs ez a maroknyi nemzeti hadsereg. Ha nincs Horthy Miklós, akit mindig mocskol a balliberális oldal. Mindig. Mindig kitalálnak rá valamit. Mindig. Nem mondom, hogy hibátlan volt, hiszen nincs ember hiba nélkül. Én sem vagyok hibátlan ember. De mutassanak nekem még egy olyan magyar politikust ma, aki ott ül az országgyűlésben, és egy centivel nem nőtt meg a birtoka, vagy a bankbetétje. Mert Horthy Miklósnak nem nőtt meg a birtoka, nem nőtt meg a bankbetétje. És ha zsidó emberek nem hoztak volna létre egy alapítványt, amivel Esztorilba, a kényszerű idegenbe tartózkodása alatt fizették azt a kis létminimumot, amiből ő megélt, akkor lehet, hogy éhen halt volna. Mert a kommunista Magyarország követelte, hogy adják ki, majd ők bíróság elé állítják. És még szerencse, hogy az a kicsi tisztesség, az a minimális kis tisztesség megvolt akkor a nyugati államokba, hogy erre azt mondták, hogy nem. De még Sztálinba is megvolt, mert ennek a mocskos, nagyon aljas Rákosinak, nem mondom a zsidó nevét, szándékosan nem mondom, azt mondta még Sztálin is, hogy ugyan hagyjátok már az öreget. Még Sztálin is tisztességesebb volt, mint a nyakunkra ültetett mocskos kommunista banda. Ezt kellene minden egyes magyar embernek tudni, érteni. Nem Isten csinálunk Horthy Miklósból, hanem a realitás talaján ítéljük meg az ő szerepét. A hibáit, az erényeit együtt. És azt mondjuk, ha ő nincs, és ha ő nem lett volna elfogadható a nyugati hatalmak számára 1920-ba, még egyszer mondom, ma nem lenne Magyarország. A kurdok sorsára jutottunk volna. És ez nem túlzás. Nem túlzás.
Valaki mondta, hogy vagy a palesztinok, csak nehogy most jussunk a palesztinok sorsára, és ezzel be is fejezem. Feri bátyám, átadom neked a mikrofont. Hangsúlyozom, én nem beszéltem most senki ellen, a realitást mondtam el. Remélem legalábbis azok, akik akár a titkos szolgálatnál, akár esetleg a kormány körüli internetfigyelőbe ezt meg fogják hallgatni, meg fogják érteni a szavaimat, és eljuttatják a megfelelő helyre a konklúziókat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Gyere, Feri bácsi!